Már Újmosóban tisztul a 2018-ban birtokba vett CNG autóbusz Nyíregyházán. Ez is része a több mint 2000 négyzetméteres javító csarnoknak, amelyet kedden hivatalosan is átadott az önkormányzat a Volánbusz dolgozóinak üzemeltetésre. Azt nyugodtan állíthatom, hogy a Volánbusz telephelyé közül a legmodernebb telephelyről beszélünk. Nyilván egy új technológiát sorakoztatunk föl, egy olyan technológia háttér áll a csarnok építése mögött, illetve az építése során olyan technológiákat alkalmaztunk, amely a környezetbarát CNG autóbuszok javítására már alkalmas. Ugye tudni kell, hogy ezek teljesen más körülményeket igényelnek, mint egy dízel üzemű autóbuszok, teljesen más technológiáról beszélünk. Károsanyag kibocsátás, zajszint, stb. Sorolhatnám, de alapvetően a CNG autóbuszok szervizelése jelenti a technológiai fejlődést. Ilyen gázüzemű autóbuszból összesen 41 darab érkezett korábban Nyíregyházára, jelentősen csökkentve a város környezeti szennyezettségét és javítva az utazók kényelmét. A menetrendek kihasználtsága sajnos még 30% alatt van, de el kellene érnünk az 50%-ot. De hát ezek a buszokra vonatkoznak, de egy buszközlekedés nincs háttérinfrastruktúra nélkül, és itt most egy nagyon szép, közel 4,5 hektáros modern telephely épült. Nem csak a 60 ezer köbméteres gázolaj üzemanyag töltő kulcsfontosságú pontja ennek a telephelynek, hanem az új technológiákat alkalmazó javítócsarnok is. Ez rendelkezik minden olyan funkcióval, amellyel egy modern javítónak rendelkeznie kell. Ez a javítócsarnok, ahol vagyunk, jelenleg házi javítóállásban áll. Ugye van az a bizonyos akkonélkülis sima javítóállás, ahol éppen itt állunk. Mögöttem lehet látni azt a technológiát, amivel ezeket az autóbuszokat kellő magasságba tudjuk emelni, és a bombat váltók le tudjuk venni úgy, hogy nem akkonélkül kellek szerelő akkonél ezeket a munkákat elvégezni. Ugye ez egy teljesen új technológia a életünkben is, mert nagyon kevés olyan telephelyünk van, hogy ilyen emelő berendezéssel rendelkezünk. A mellettünk lévő álláson lehet látni, hogy ez egy aknás javító állás, ott éppen egy autóbuszt pakoltunk. Az autóbuszainknak a nagy részét egyébként ilyen állapotban javítjuk a mindennapokban, ilyen felemelt állapotban. A harmadik javító álláson pedig láthatunk egy autóbuszt, ahol éppen szerviz tevékenység folyik. Az a javító alkalmas arra, hogy a motortól, váltóból az olajat leengedjük, és egy teljesen zárt technológiával a leengedett fáradt olaj egy szivattyú segítségével ki tud jutni egy nagy 5 köbméteres olajgyűjtő tartályba, ahonnan elszállításra kerül majd, a teljesen zárt technológia. Illetve lehet látni a két autóbusz között egy olajfeltöltő oszlopsort, ahol 8 darab olajtípus, illetve 2 darab fagyálló típus tudunk kimérni. Ez is szintén zárt rendszerben érkezik, a raktárban lévő portokból. A több mint 8 milliárd forintos Európai Uniós 100%-os visszanemtérítendő támogatásból kialakítottak egy 753 négyzetméteres iroda és portaépületet, 85 darab autóbuszparkolót, közel 360 négyzetméteres hulladéktárolót és hidegraktárat, valamint a dolgozóknak személygépkocsi parkolókat és kerékpártárolókat. A fejlesztés során többszintes növényállományt is telepítettek. Ez 141 fa és közel 2600 darab cserje ültetését jelenti, több mint 5000 négyzetméter öntözött gyepfelülettel. Mindez azonban csak az első ütem. A tervek szerint itt nem áll meg a városi infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése. Annyit kell tudni, hogy olyan irányba szeretnénk fejleszteni ezt a műszaki telephelyet, amivel nem csak a helyi, Nyíregyháza helyi járműállományt tudjuk kiszolgálni, hanem a vármegyében szolgáltató teljesítő helyközi autóbuszállományt is. Hogy mi lesz a régi Korányi Frigyes utcán található autóbusz javító műhelyel, arról az önkormányzatnak konkrét elképzelése van, ezek megvalósíthatóságáról azonban még folynak a tárgyalások.